Sziasztok! Picikét még várakozok, mert igazából nekem ez az első élőzésem itt az Instagramon, eltekintve attól, hogy már egyszer volt, de akkor én is csak egy meghívott vendég voltam. Most viszont én is fogok hívni valakit, úgyhogy most ezt meg is próbálom. Igaziból nem biztos, hogy tudom, hogy hogy kell. De most meghívom az unokatesómat, Makra Noémit. Most szerintem most már hamarosan jönni fog. Szia Noémi, itt vagy velem? Küldtem meg ezt. Igen, vagy velem. Hello. Könnyebben ment ez, mint ahogy gondoltam. Itt van egy érdekes fénycsóva, ahogy nem tudok sehogy úgy ülni, hogy valahogy ne fogjon be, úgyhogy ezért egy kis elnézést kérek mindenkitől. Na, de hát szeretettel üdvözöllek itt az első Jukunokák vlogban mindenkit, aki csatlakozott hozzánk, és hát Noémivel ez egy olyan közös ötlet volt, hogy megpróbáljuk most így összerakni azt, ami így mindkettőnek van valamilyen, amiből csinálunk egy valamit most, per pillanat. Ugye én újságíróként dolgozom már 2012 óta, és igazából az emberekkel való beszélgetés, meg a különböző sztárok, meg egyébként magánemberek kérdezgetése is az általában elég jól szokott menni. Úgyhogy most arra gondoltunk, hogy itt családon belül történik ez a kis kérdezgetés, és mivel Noémi kineziológus, ezért a kineziológia témájában fogunk egy olyan ötrészes sorozatban beszélgetni, amiben egyébként mindenki felteheti a saját kérdéseit, arra is igyekszünk válaszolni. És próbálunk egy átfogó képet adni erről a témáról, úgyhogy most át is adnám neked a szót, Noém, hogy egy kicsit így mutatkozz be, mondd el, hogy egyébként az Jukunokák blog az a te ötleted volt, és ezt is, ha bemutatnád, hogy mit is jelent ez a név pontosan. Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az a durva, hogy annyira egyrugóra járt az agyunk ezzel kapcsolatosan, mert hogy igazából azt tudni kell rólunk, hogy mi az utóbbi időben úgy kommunikálunk, hogy messengeren hagyunk egymásnak hangüzeneteket. Igen. És mondtam, hogy már olyan mélységeket érünk el ezekben a beszélgetésekben, hogy ezzel kezdeni kell valamit, mert hogy tényleg annyira jó témákat hoztunk föl, és aztán valahogy így írtad is, hogy jó lenne ebből csinálni valami ilyen kis közösségi megmozdulást, és akkor mondtam, hogy ez egy nagyon szuper ötlet, és hogy maga az, hogy Jukunokák, az meg részemről ugye onnan jött, vagy azért is mondtam, mert ezt tudni kell, hogy mi Évával úgy vagyunk unokatestvérek, hogy nekünk az ük anyánk egy, illetve az ük apánk is remélhetőleg. De hogy tök érdekes, mert ugye én onnan vagyok Makra, hogy ugye a mi ük anyánk, Makra Lídia nem volt házas, amikor az én és a te dédapád született, és ezért a Makra nevet gyakorlatilag egy ilyen csavarral így női ágon hagyományozta tovább, és jutott el így hozzám. Hát hozzád már nem jutott el, mert hogy itt az én papám testvérének ugye lány gyermekei születtek, de hogy igazából innen jött ez a dolog, mert hogy egyébként én így nagyon érdekel egyébként a családunk, meg ezek a transzgenerációs hatások is, hát nyilván ugye hozzátartozik a munkámhoz, és hogy ennek hatására ugye elkezdtem kutatni a családfámat, és igazából ez egy ilyen nagyon jó közös pont lett aztán kettőnk között, hogy elkezdtünk beszélgetni arról, hogy miket találtam, meg hogy milyen érdekességek jöttek felszínre, és akkor igazából ez nem is tudom, szerintem valamikor a tavalyi év folyamán indított fel ezt, hogy akkor így mélyebben elkezdtünk beszélgetni értelmes dolgokról is, nem csak arról, hogy mikor jössz fesztiválozni, meg bulizni. Úgyhogy igazából az ötlet maga az innen indult, és hát nyugodtan te is tegyél még hozzá, hogyha valamit nem mondtam volna el.
Szerintem ez kimerítetted a névadásnak az apropóját igazából. Igen, bennem még volt egy olyan ötlet, hogy ez a Lídia gyermekei, vagy unokái, lányai, tehát hogy ez még így frappás lehetett volna, de igazából azért is jobb ez az unokák, mert nekünk tényleg ez az egyetlen olyan gyökér, amit visszavezettünk, amit tuti, hogy biztos, hogy ugyanaz, mivel másodunokatestvérek vagyunk egyébként. És hát igen, nekem csak az anyukám Makra, amíg te még megkaptad ezt a érdekesen csavarodó, vagy hozzánk elérő nevet. Úgyhogy érdekes dolgok ezek nagyon, hogy így a családban, meg a családfában, hogy kapcsolódunk mi, akik még csak igazából most kezdjük így az életünket olyan sínre tenni, amire igazából szeretnénk. Viszont, hogy ne kalandozzunk el teljesen, meg ugye van egy időkorlátunk, amit annyira nem szeretnénk túllépni, ezért kezdjünk el beszélgetni magáról az első témánkról, hogy mi is igazából a kineziológia, mert én gyakran találkozom azzal, amivel egyébként lehet, hogy azok is, akik hallgatnak bennünket, meg te is, hogy azt mondod, hogy kineziológus vagyok, és akkor erre valaki azt gondolja, hogy valami kuruzslással foglalkozol, vagy rontásokat veszel, vagy teszel rá. De hogy ez egyáltalán nem így van, viszont a hétköznapokban nagyon-nagyon könnyen tud sokszor segíteni olyan problémákon, amikkel úgy érezzük, hogy teljesen túlnő rajtunk, legyen ez igazából az élet bármilyen területén. Úgyhogy most arra szeretnélek kérni, hogy azt is mondd el nekünk, hogy miért szerettél volna a kineziológiával foglalkozni, neked milyen élményeid voltak azelőtt, hogy ráléptél volna el az útra, és mi ez pontosan, mit csinál ma egy kineziológus? Nagyon jó egyébként a felvetés, és ezért is örültem nagyon a megkeresésednek, mert azt látom, hogy nagyon sok ilyen alternatív módszer az egy kalap alá van véve, és amit te is mondtál, a kuruzslás címszó alatt működik, és hát nyilván ez nagyon kellemetlen azoknak, akik ezzel foglalkoznak, hiszen azért én is magát a kifejezést úgy szeretem alkalmazni, hogy ugye alternatív önismereti módszerek, és éppen ezért nagyon fontos tisztába tenni, hogy akkor pontosan milyen lehetőségek is vannak. Azt is fontos megemlíteni, hogy egyébként a kineziológia az a természetgyógyászatnak az ágai közé tartozik, tehát nem az ezoterikus módszerek között tartjuk számon, hanem ez egy természetgyógyászati ág lényegében. És azért is az, mert hogy nagyon sok mindent a hagyományos kínai orvoslásból vett át, ezt ötvözi a mai modern agykutatásnak az eredményeivel, és így ezeknek az elveknek a mentén dolgozunk. Mielőtt pontosan el is mondanám azt, hogy miről is szól a kineziológia, ez, amit te is kértél, hogy így a saját életemen keresztül egy kicsit próbáljam azt elmondani, hogy ez az út, ez nekem hol kezdődött. Nagyon érdekes, mert én a szakmámban is azt látom, meg hogyha nem sértődsz meg, hogy elmondom, hogy egyébként a te életedben is akkor jöttek ezek a lehetőségek képbe, akkor kezdted el figyelembe venni, amikor a testünk jelez. Tehát, hogy valamilyen betegségünk van, vagy valamilyen ilyen testi probléma, és egyébként én sem vagyok külön, mert ez nálam is így jött. Én ugye 21-22 éves voltam, amikor epekőben műtöttek, és hát képzeld el azt, hogy ilyen 21-22 évesen minden orvos igazából elküld azzal, hogy hát maga még fiatal, hát biztos nincs epeköve, ugyan? És hát most tényleg azt képzeld, hogy néhány év alatt 10 darab ekkora követ sikerült termelnem az epehólyagomban, és ebből adódóan nem csak a kövektől, hanem magától, az epehólyagomtól is búcsút kellett vennem, de hogy eddigre már iszonyatosan szenvedtem, mert nagyon nagy fájdalmaim voltak, nagyon görcsöltem, tehát nem volt már szabad epefolyadékom, nem volt epeműködésem, tényleg ott tartottam, hogy megettem egy ekkora kekszet, és begörcsöltem tőle. És hogy nyilván akkor, miután így az orvos csak annyit tud mondani, hogy vegyél nospát, hogy ne görcsölj, és az mondjuk neked nem jó,
Hát akkor nyilván én is azt csináltam, hogy akkor elkezdtem az alternatív módszerek felé tendálódni. Hát igen, epekű közül már magad, az biztos, mert hogy ezt onnan ki kell venni, sajnos, hogy már ekkorák és ilyen sok. És hogy nekem így a túlélést jelentették igazából a gyógynövények. Tehát, hogy ez az egész utazás, ez onnan indult, hogy elkezdtek érdekelni a gyógynövények, meg arra jöttem rá, hogy így a például borsment a tejával mennyire jól tudom oldani az epe görcseimet. Meg hát nyilván most egy epekőnél hát nagyon kellemetlen tünetek vannak. Tehát gyakorlatilag a természetgyógyászoknak a kedvence a hasmenés, a puffadás és a hasonló emésztési gondok, de hogy értitek, azért egy fiatal lánynak ez rohadt kellemetlen, hogy nem tudsz úgy elmenni egy buliba, hogy egyél valamit, vagy hogyha eszel is, akkor felpuffadsz, mint az állat ilyen gömbhalra. Tehát, hogy azért akkor ez egy nagyon rossz megélésem, és nyilván kerestem mindenféle lehetőséget, hogy ezt ne kelljen átélnem. És aztán vicces is volt, mert amikor már műtöttek végre, nagy nehezen beverekedtem magamat, hogy akkor most már ez az, kiszedjük, akkor igazából egy kikérdeztek, tehát ott azért egy ilyen kis fiatal rezidens, vagy nem tudom, hogy hívják, milyen taktó, nagyon aranyos fiatal csajszi kérdezett ki engem, és akkor kérdezte, hogy hát, hogy mégis, hogy miket szedtem, vagy hát mit csináltam ezzel, hogy így évek óta ezzel így el vagyok, és akkor hát mondtam, hogy gyógyteákat ittam. És kérdezte, hogy milyen gyógyteákat. Na hát most a gyógytea, amit ittam, arra nagy betűkkel rá volt írva, vagy szélhajtó teakeverék. Mondtam, hogy valamilyen ilyen mentás keverék, nem jut eszembe a neve. Tehát, hogy még ott is az ember, tudod, azon van, hogy hú, ez milyen ciki, pedig már rég mindegy egyébként, de hogy még ott is így ezek a programok kapcsolnak be, ez is milyen érdekes. És hogy itt indultam el, és aztán nyilván teltek az évek, persze hiába oldódott meg az egyik problémám, jött a másik, aztán refluxos lettem, akkor is a gyógynövények segítettek aztán végül. És akkor úgy tudod, elkezdett közben így a magánéletem is egyre kevésbé jól alakulni, nekem leginkább itt a párkapcsolat életem volt ez, ami gyakorlatilag kritikán aluli minősítést azt kiérdemli. És akkor elkezdett azt foglalkoztatni, hogy oké, persze a testünkkel csinálhatunk ezt-azt, kiveszünk belőle ezt-azt, adunk neki teát, de hogy mi történik, hogy miért van ez, hogy miért érnek folyamatosan sikertelenségek, miért betegszem meg. És akkor már igazából megvolt a fitoterapeuta szakvizsgám, amikor elkezdtem kineziológiát tanulni, és képzeld, hogy ez is egy olyan érdekes dolog volt, mert hogy én bennem így valahol így megszületett félúton ez az elhatározás, hogy én kineziológiát fog tanulni, mert én a lélekkel szeretnék foglalkozni, és ott ültem, emlékszem, hogy tényleg pár nappal a vizsgám után volt, úgy ültem, ott ülünk, tehát 11 néhányan, akik így elkezdték a tanfolyamot, és akkor realizálódott bennem, hogy én még soha nem voltam kineziológusnál. Tehát, hogy nem tudom, annyira mélyről jött ez, annyira egyértelmű volt számomra, hogy ezzel fog foglalkozni, hogy szerintem azóta se sikerült soha ennyire igazán közel kerülnöm a legbelsőbb hangomhoz, mert hogy ez nekem egyértelmű volt, és én igazából, ha belegondolunk, jól tettem, hogy erre a kis hangra hallottam, mert hát most itt beszélgetünk erről, és azért azóta már eltelt egy pár év. Úgyhogy leginkább, ha nagyon röviden, tömören akarnám megfogalmazni, akkor abszolút ez a belső indítatás, ami egy nagyon fontos dolog szerintem az életünkben. Ez az, ami idáig juttatott engem. Hát maga a kineziológia, hogyha most akkor itt egy kicsit szakmázni akarunk, meg itt le akarjuk csupaszítani, hogy akkor pontosan mit is jelent ez,
Az a lényeg, hogy ugye az életünk során mindig, amiket átélünk, azokhoz valamilyen érzelem kapcsolódik azokhoz az élményekhez. Ez tiszta, hiszen ez teszi lehetővé az emlékezést is, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Igen ám, viszont nem mindegy, hogy ezek az élmények milyen érzelmi töltettel bírnak, hiszen hogyha ez egy pozitív érzelmi töltésű esemény, akkor gond egy szál sem, mert akkor önbizalommal televe boldogan vágunk neki hasonló helyzeteknek is a jövőben. A gond ott kezdődik, amikor ez egy negatív esemény, ha úgy tetszik, egy trauma, mert hogy ez a negatív érzés is ugyanúgy elraktározódik a sejtmemóriánk szintjén, és ezt visszük tovább aztán a későbbi életünkbe, és minden egyes alkalommal, ahányszor hasonló stressz helyzetbe kerülünk, lényegében ugyanarra a stresszre reagálunk, mert hogy az agyunk annyira csodálatos, hogy ő minden áron azt akarja, hogy túléljünk, bekapcsolnak ezek az ősi programok. Viszont az a baj, hogy a túlélésért felelős agyi rész az nem annyira azzal foglalkozik, hogy te most mennyire vagy boldog attól, amit ő küld neked parancsot, hanem azzal, hogy csak éljél túl. És azt mondja, hogy összevetem a jelen történéseit azzal, amit már korábban átéltél. Ha egy adott dolog, egy adott mechanizmus már működött korábban, jó lesz az neked, hiszen túlélted, itt vagy. Más kérdés, hogy ez minket nem tesz már boldoggá, mert hogy ezek stresszreakciók lesznek, tehát nem a jelenre reagálunk, hanem ezt úgy kell valahogy elképzelni, hogy kicsit így visszazuhanunk egy ilyen spirálon keresztül az akkori énünkbe, amikor először elszenvedtük ezt a negatív élményt, ezt a traumát, és arra reagálunk valójában, mert a stressz hatására lekapcsolnak az agyunkban azok a részek, amelyek valóban felelősek azért, hogy itt a jelenben tudjunk megfelelően reagálni. És akkor csak az ösztönös mechanizmusok jönnek, az üs vagy fuss, vagy most már ugye azt mondjuk, hogy üs vagy fuss, vagy fagy le, tehát hogy ezek túlélő mechanizmusok, de hát ezek kevésnek bizonyulnak akkor, hogyha boldogok, meg sikeresek akarunk lenni. És hogy kapcsolódik ezekhez a mechanizmusokhoz a kineziológus munkája? Tehát hogyan tud segíteni egy kineziológus ezekben a negatív élményekben, vagy a negatív élmények feldolgozásában? Egyébként sokkal egyszerűbb a helyzet, mint gondolnánk. Tehát, hogy a kineziológia, mivel egy alternatív módszer, egy alternatív stresszkezelő módszer, ezért visszanyúl ezekhez az ősi, jól bevált infókhoz, és azt mondjuk, hogy egyrészt fogjuk és elkezdjük harmonizálni az agyféltekéket. Miért? Hogy az agyunknak minél több része tudjon bekapcsolódni, és a jelenben lehessenek választásaink, nem pedig csak ösztönös reakcióink. És ez az egyik, hogy nagyon fontos, hogy összekapcsoljuk az agyféltekéket. A másik, hogy ugye a testünket ellátó meridián rendszerben is keletkeznek blokkok ezeknek a stresszeknek a hatására, és hogyha ezt a rendszert kiegyensúlyozzuk, akkor megint ott vagyunk, hogy visszatérhetünk a kiegyensúlyozott állapotunkba, és ismételten csak lehetővé válik számunkra az, hogy stresszmentesen éljünk meg bizonyos helyzeteket. Hogy ezek a gyakorlatban hogyan történnek, ez egyébként nagyon egyszerű mozgásos, vizualizációs feladatokkal, ezekkel válik lehetővé az, hogy ezt a bent lévő programot, ami korábban bevésődött a sejtmemóriába, ezt úgymond átprogramozzuk egy pozitív programra, és már ne ugyanaz a régi mechanizmus kapcsoljon be. Tényleg ezek egy jól kidolgozott rendszeren alapulnak, tehát azért is mondom, hogy van benne ez így ilyen mix, van benne nyilván egy kis kiropraktika, ott van az, hogy ismerik a meridiánok működését, az akupresszúrás, akupunktúrás pontokat, ott van, hogy ismerik az agyműködést is, hiszen fontos, hogy tudjuk, hogy milyen gyakorlatokkal tudjuk kiegyensúlyozni az agyféltekéknek a működését. Tehát, hogy ezek rendkívül egyszerű, mozgásos feladatok, viszont ezeket egy olyan környezetben, egy olyan mechanizmusban tartjuk, amit ugye oldásnak hívunk, amelyben igazából értelmet nyer mindez,
Tehát nem csak úgy lógnak a levegőbe ezek a gyakorlatok, nem azt mondom, hogy na most akkor kezdjél váltó torjukú légzést, mert az milyen jól összehangolja az agyféltekeidet, hanem azt mondjuk, hogy nézzük meg a stresszedet, nézzük meg, hogy pontosan mi a te ügyed, annak kibontjuk a részleteit, ehhez is nyilván megvannak a szükséges eszközök, és akkor onnantól kezdve, hogyha már ezek a részletek is megvannak, akkor tudunk erre korrekciót keresni. Hogyan jutunk el ezekhez a részletekhez? Hát úgy, hogy teszteljük az izmokat, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hiszen tudod, voltál itt nálam, én itt ülök, a kliensem itt áll velem szembe, így kinyújtja nekem a kezét, és az előső delta izommal kommunikálok gyakorlatilag, tehát itt nyomom az zsalkarját, felteszek kérdéseket, és az izomválaszból, az izomválaszt egy ilyen biofeedbackként használva jutunk információkhoz, a tudatalattiból, tehát ez egy nagyon-nagyon jó technika, hiszen ugye nem arról van szó, hogy én találok itt ki dolgokat, hanem ott van egy ilyen biztos háttér, hogy akkor tesztelünk, és akkor megnézzük, hogy mit mond a tested. És egyébként azoknak az embereknek, akik még nem voltak ilyen oldáson, nyilván én voltam már nálad, meg amikor itt voltál nálam, akkor is csináltunk egy ilyet, tehát én tudom, hogy az izomválasz ez hogyan működik, de aki még nem volt, az hogy tudja ezt elképzelni, vagy igazából arra vagyok kíváncsi, hogy azt hogy fogalmaznád meg, hogy mi az, ami az izomválaszt adja így a testünkben, vagy nem tudom, ez honnan jön a válasz, amit az izom közvetít. Ugye itt az idegrendszernek a szimpatikus, paraszimpatikus válaszaival van ez összhangban, mint ahogyan érzelte is a negatív stressz hatására reakciókat a testedben, visszakanyarodva kedvenc témánkhoz, mondjuk egy hacsmenés, és hogy ugyanígy az izmokhoz is eljutnak ezek a paraszimpatikus, szimpatikus hatások, méghozzá úgy, hogyha mondjuk egy adott kifejezés például, tehát a szóbeli provokáció, úgymond, hogyha kimondok egy kifejezés, stresszt okoz az illetőnél, egy tudatalatti stressz, akkor nagyon egyszerűen leesik a kéz, mert az izom elernyed. Ugye ez a stressz reakció, ez a stressz reakciónak a biológiája lényegében. Viszont, hogyha magabiztosan tart, és nem tudom lenyomni, akkor az egy olyan válasz, hogy amögött nincsen stressz, azt felfoghatjuk egy igenlő válaszként is, tehát, hogy az oké, az rendben van. Itt igazából tényleg ezeket a biológiai stressz válaszokat használjuk ki, és ezáltal gyakorlatilag ezeken a csatornákon keresztül tudunk kapcsolatba lépni ezzel a tudatalatti sejtmemóriával, amit említettem, ahová ugye az érzelmek elraktározódnak. Uh-huh. Említettél még egy olyan meridián teret, ha jól emlékszem. Meridián pálya. Pálya, igen, amiről nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi ez a meridián pálya. Erről kicsit így tudsz bővebben mondani, hogy magyarra fordítva egy néhány szó. A meridiánok, azok igazából a meridián rendszer az testünknek az energiahálózatát jelenti. Tehát ezek látják el energiával a belső szerveinket. Vannak olyan meridiánok, amik a bőrfelszín közelében futnak, azok például ugye a kötőszövetet, a csontokat látják el, de vannak mélyen futó energiapályák is, amik meg a belső szerveket látják el életenergiával. Ugye ez a chi, hogyha így jobban ismerős lehet ez a kifejezés. Itt az, amiben ugye visszanyúlunk a hagyományos kínai orvosláshoz, ami azt mondja, hogy ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, a testünkben ennek az energiának jól kell áramolnia. Hogyha valahol elakad, akkor nyilván előtte túl energia van, utána pedig energia hiány. És ez igazából mindkét részen problémát okoz, hogyha ez tartósan fennáll. Úgyhogy ezeket nagyon nehéz megfogni, mert nagyon nehéz elképzelni. Ja. És ki kell, tehát ahhoz, hogy picit megértsük ezeket a módszereket,
fontos egyfajta ilyen rugalmasságot vinni a gondolkodásmódunkba, és nyitottságot, hogy olyan dolgokat is el tudjunk képzelni, ami a szabad szemmel nem látható, hanem fogunk egy műszert, ugye vannak erre különböző műszerek, biorezonanciás készülékek, amelyek tudják mérni ezt az energiaáramlást, de hát az egy szám. És akkor most képzeld, hogy emögött a szám mögött van valamilyen megfoghatatlan, láthatatlan energia, és igazából csak az van, hogy most vagy jól érzed magad, vagy nem. Vagy fájott, vagy nem. De hogy ezeket nem tudod így megfogni, hogy tessék, akkor itt van, hanem csak azt tudod, hogyha mondjuk elkezdesz itt nyomogatni egy pontot, akkor mondjuk elmúlik a fejfájásod, vagy hasonlók, érted? Ez nagyon érdekes, hogy akár egy bőrfelület nyomkodástól is elmúlhat a fejfájás. Mert egyébként pont az jutott most eszembe, hogy szerinted mi az az a fizikai tünet, vagy honnan lehet azt tudni, hogy most lehet csak megfáztam, mert nem volt rajtam kabát, és akkor el fog múlni, vagy van valami olyan betegségem, ami miatt érdemes lenne kineziológushoz fordulni. De ez nagyon érdekes, mert szinte mindig van a testi tünetek mellett valamilyen lelki probléma is. Tehát, hogy amikor már beteg vagy, akkor amúgy lehet, hogy amúgy lelkileg és szellemileg is cefettül érzed magad. Tehát, hogyha így visszagondoltok, hogy mondjuk mikor voltatok utoljára betegek, akár egy ilyen náltás megfázásos dolog, akkor lehet, hogy az fog kijönni, hogyha most egy kicsit itt elmegyünk a betegségek lelki háttere vonalon, akkor mondjuk azt mondod, hogy begyulladt a torkod, és visszagondolsz, hogy mikor kezdted el érezni. És rájössz arra, hogy a tüneteidnek a megérkezés előtt néhány nappal ültél a munkahelyeden, és bejött a főnököd az irodába, és irdatlanul leszúrt. És nagyon, nagyon undorítan beszélt veled, és te csak így ültél. És próbáltál valamit mondani, hogy megvéd magad, de nem jött ki hang a szádon. De ezek mind ott maradtak, érted? Aha. És aztán pár nap múlva, hogy nem véletlenül, begyullad a torkod, vagy elkezd kaparni csak simán, mert lehet, hogy nem leszel éppen beteg, de azért érzel valamilyen tünetet. Itt van az, hogy már a szervezeted sejtszinten lefuttatta ezt a programot, mert hogy ez egy olyan érzelmi megterhelés jelentett. Mert lehet, hogy te ülsz ott, így nézel, és közben arra gondolsz, hogy hú, ja, tényleg amúgy ma spagettit fogok csinálni, paradicsomszósza, ez mit mond itt? Már valamit kiabál, nem számít. Tehát, hogy érted, a saját érzelmi megéléseim, és egyfajta tudatosság is, hogy erre odafigyelek, hogy esetleg a tüneteim jelentkezése előtt van-e mindig valamilyen ilyen stressz helyzet, egy ilyen érzelmileg megterhelő szituáció, vagy csak simán az, hogy nem érzed jól magad, és olyan nyúzott vagy, és akkor az mondjuk egy ilyen, tényleg egy ilyen egykedvűségből fakad. Amikor már kineziológushoz érdemes fordulni, vagy bármilyen terápiás, vagy alternatív módszer felé, akkor igazából akkor érdemes, amikor már ez ismétlődik. Tehát amikor már érzed, hogy itt nem oldod meg ezeket a dolgokat magadba, itt már nem fog ez menni, mert ez egy ilyen ördögi körbe taszít téged, és mindig ugyanazok a problémák térnek vissza. De ugyanez egyébként a magánéletre is igaz, hogy amikor mondjuk, most a saját példámat felhozom, tehát amikor 15-6 évesen még nem jön össze egy párkapcsolat, akkor azt mondod, hogy kamasság, hát tombolnak a hormonok, hát jó van. Majd lesz másik, oké. De amikor már 25 évesen, meg 28 évesen is ezt mondod, akkor azért az már kicsit para, hogy úgy 10 éve nem akar összejönni. És akkor mindig nagyjából ugyanaz a forgatókönyv zajlik le. És akkor ott már nyilván ordít, hogy hát igen, ide segítség kell. De hát nyilván, hogyha nem tudod, hogy milyen lehetőségeid vannak, meg hogyha nincs egyfajta igényed arra, hogy jobban rálás magadra, kicsit így külső szemmel, akkor nem tűnik fel, akkor azt mondod, hogy üljék a pasik. Tehát, hogy nem azt mondod, hogy várjál már amúgy, itt vannak ezek a pasik. És mindegyik egyébként olyan másmilyen típusú személyiség, de én valahogy mindegyikből ugyanazt hozom ki. Hol lehet a hiba? Nyilván itt.
Csak hogy azért ezekre nagyon nehéz rálátni, mert azért az agyunk huncut, tehát hogy azért vannak ezek az énvédő mechanizmusok, amik egy ilyen alapvető dolgok, tehát hogy nem direkt nem akarsz rálátni, hanem az agyad ilyen, hogy azt mondja, hát te vagy a pozitív hős, hát persze, hogy nem a te hibád, hanem a másiké. Érted? Tehát az ismétlődés egy nagyon fontos dolog, amikor azt érezzük, hogy mindig ugyanodáig jutunk csak, és nem oldódik meg, hanem lehet, hogy kicsit jobb lesz, de aztán visszatér. Ez a kulcs szó. Az ismétlődés. De ha már említetted azt is, hogy a saját példádat, meg az elején is mondtad, hogy neked főleg magánéleti problémák voltak annak idején, amikre már nem is akarunk, és nem is emlékszünk szerintem. A jó dolgok annyira fölülírják egyébként a régi rossz emlékeket. Igen, ezt szeretném, hogy elmesélnéd nekünk, hogy neked mi volt az utolsó pont, amikor azon kívül, hogy kineziológus szerettél volna lenni, hogy oké, ez már ismétlődik, lehet, hogy éppen ezek a kudarcba fulladt párkapcsolatok voltak azok, amikor azt mondtad, hogy jó, több ilyet én nem szeretnék, és akkor most elmegyek egy kicsit rendbe rakom magam. És hogy lehet egy ilyenből, egy ilyen sorozatos kudarcból eljutni oda, hogy hát mondhatod az előbb a gyűrűzet, hogy mennyasszonya vagy a szerelmetnek, és lehet, hogy már az esküvő időpontja is megvan, csak még róla. Még nincsen, de remélhetőleg hamarosan meg lesz. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és leginkább azért nehéz, mert nagyon sok fájdalommal jár. Szóval az a baj, hogy hogyha elindulunk valamerre, akkor azért az hozza magával azt, hogy rá kell látnunk olyan dolgokra, amit eddig nem láttunk. Én mindig azt mondom, hogy ugye nézőpontváltás, tehát hogy helyezkedjünk bele egy másik látószögbe, mert csak így látjuk a problémánkat, nem látunk tisztán. És ez nagyon-nagyon fájdalmas, tudod, amikor rájössz arra, hogy mondjuk 15 éve a választásaidat nem a saját értékrendet határozza meg, hanem az elvárások, amit felé támasztanak. Érted? Tehát, hogy igazából először nekem úgy csak az tűnt fel, tehát mikor még ilyen 20 éves korom körül voltam, hogy egyszerűen úgy nem tudnak elmélyülni a kapcsolataim. Hogy úgy olyan felszínes az egész, úgy nem érzem azt, hogy tudunk egymáshoz kötődni a másikkal. Nem tudok jól választani, tehát akit választok, az nem illik hozzám. Utólag ráláttam arra, hogy nem passzoltunk össze, és akkor megküzdeni azzal is, hogy egyébként hibáztam. Hogy ezzel is szembe kell tudni nézni, hogy egyébként nem tudtam jól választani, nagyon nem. Aztán telnek az évek, és akkor mihez tud nyúlni az ember, elkezdtem könyveket olvasni. És akkor aztán így volt egy ilyen pillanat, amikor igazából egy olyan exemről van szó, akivel gyakorlatilag az összeköltözés előtt néhány héttel szakítottunk, oly módon, hogy igazából ő csak így mondta, hogy neki ez nem fog menni igazából, és előtte mondjuk jártunk, mint egy másfél évet, majd aztán hirtelen a fejemhez vágta, hogy hát amúgy se ebbe, se abba, sem a magban nem illünk össze. És akkor én így megkérdeztem aztán magamtól, hogy és basszus, és ez tényleg igaz, és ezt én se vettem észre. Hogy látod, hogy nem voltak jók a választásaim. És utána a kaput az igazából szerintem már ilyen 20, tehát akkor már én tanultam a kineziológiát, amikor jött ez az ominózus pillanat, hogy tényleg egy olyan férfi lépett be az életembe, aki tökéletesen olyan volt, mint amit anyukám szánt nekem. Mindenben. Az életformája, még azt gondolom, hogy talán a külseje is. És ez a felismerés is nem sokkal utána született meg nyilván, de hogy ez az ember, ez igazából olyan komoly belső harcokkal küzdött, hogy hihetetlen. De tehát egyik nap teljesen oké volt minden, másik nap meg azt mondta, hogy ne találkozunk többször. Eltett néhány hónap, és rám írt, mintha semmi sem történt volna, hogy mit csináljuk valami közös programot. És
És így tényleg már így utólag nyilván az ember magát sem ért, hogy amúgy miért mentem ebbe bele. Hát miért? Mert én nagyon jó kislány vagyok, és én meg akartam felelni az elvárásoknak, amiket felém támasztottak. Tehát, hogy talán ez egy ilyen nagyon, ez volt leginkább ez a legkardinálisabb pont, amikor azt mondtam, hogy basszus, hú, ez nagyon durva tényleg. Miért választok rosszul? Hát ezért, mert nem magamnak választok. És aztán igazából nyilván oldásokban itt a kötődési mintákon lehet dolgozni, hogy új mintákat tudja az ember kialakítani, elvárásoknak való megfelelésen lehet dolgozni, és ugye nem utolsó sorban, csak említés szintjén mondom a családállítást, amihez én még egyelőre nem értek, de azért foglalkozom vele, meg én is fejlesztem magam, és aztán végül is az íre a pontot, családállítást tette föl, az segített abban, hogy igazából ne csak el tudjam engedni ezt az embert az életemből, hanem tovább is tudjak lépni azon, hogy nem mindig ugyanazt válasszam, nem mindig ugyanabba menjek bele, mert hogy tényleg az volt a durva, hogy egy idő után mindig mindegyik pasinál azt látta, hogy megint ugyanott tartunk. Hogy egy ponton túl nem megy a kapcsolódás, megrekedünk. Csak, mint hogy ott lenne egy fal, és mi csak addig tudunk menni. És nagyon érdekes egyébként, mert ahogy ezekkel szembenéztem, iszonyatosan gyorsan hatalmas fordulatot vett az életem. Találkoztam a mostani párommal, gyakorlatilag amikor összejöttünk, akkor volt, hogy én elszöktem otthonról szinte, mert hogy nem mertem mondani, hogy igazából én őt választottam, és nekem ő kell, mert tudtam, hogy otthon ezt nem fogják jól fogadni, de hogy éreztem, hogy ez a saját döntésem, és ez egy baromi jó érzés volt, és aztán persze, hát ez így nagyon szépen hangzik, hogy akkor innestől kezdve rózsaszín költ, hát nagyon nem. Mert hogy egyébként nyilván azért én is anyukámmal megvívtam a kis harcaimat, és például erre is a vele való kapcsolódásomra is egy családállítással kellett végül is megoldást találni, mert nem tudtunk ebben megbékélni, és nagyon sokat veszekedtünk, és nagyon durva képzeld el, hogy határozottan emlékszem, hogy amikor volt ez a családállítás, amiben kifejezetten arra szerettem volna, hogy az anyukámmal való kapcsolatomat mi akadályozza, ezt ott helyre raktuk, és mit tudom én, ez volt szombaton, és rákövetkező, mint a kedden, a párom, aki most a gyűrűt az ujjamra húzta karácsonykor, ő mondta, hogy akkor költözzünk össze. Tehát helyreállt a rend, meg voltak a felismerések, és akkor jöhetett a következő lépcsőfok. Tehát innen tudtam azt, hogy végre ennyi év után, és ebbe évek munkája van, fájdalmas felismerések, sok munka, évek után végre túl tudtam jutni ezen az akadályon, ami mindig ott volt addig az életemben. És te mit tapasztalsz, hogy amikor egy terület helyreáll, akkor az így helyreállít maga körül más területeket is, vagy ha van még olyan terület, ami egyébként annyira nem százas, akkor az kezd el felfokozódni, vagy ott lesznek nagyobbak ezek a negatív érzések, vagy negatív tapasztalatok, vagy az kezd el így kezelésért kiáltani, úgymond. Neked mi a tapasztalat? Abból mind a kettő jó lehet. Tehát mind a kettő létezik. Én nekem az a tapasztalatom, hogy amikor valamin dolgozunk, akkor az olyan energiákat szabadít fel az ember életébe, hogy szinte azonnal egy ilyen nagyon, nagyon egyenes, felfelé ívelő szakasz fog következni, és amit először mondtál, hogy rántja magával a többit, mert hirtelen életerőt kapunk. Viszont ahogy telnek múlnak az évek, könnyen meg lehet, hogy aztán más problémák is segítségért kiáltanak. Én azt tapasztalom, hogy könnyen beleesünk ebbe a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy elég egy valamit így megoldani, meg hogy akkor, ha egy ilyen nagy volumenű dolgot megoldunk az életünkben, mint hogy mondjuk a magánélet, a párkapcsolat, akkor utána pipa, tök jók vagyunk. Nem.
Hál' Istennek, mert túl szép lenne, hogy igaz legyen. És ez úgy működik igazából, hogy amikor már jön a következő probléma, akkor már nem törünk össze benne. Mert akkor már ott van bennünk az előző program, ott van az a hatalmas sikerélmény, hogy meg tudtam oldani, ki tudtam belőle mászni, fel tudtam dolgozni a fájdalmaimat, az elakadásaimat. Hát ha akkor ott sikerült, akkor most is sikerülni fog. Tehát ugye kialakul egyfajta lelki erő bennünk, hogy már nem törünk össze akkor, hogyha valami nem oké, mert tudjuk azt, hogy elmegyünk kineziológiai stresszoldásra, vagy elmegyünk családállításra, vagy elmegyünk pszichoterápiára, vagy nem tudom, ami neked jó, meg amit te szeretsz, ami a te hitrendszeredbe belefér, amit te jónak érzel, mindegy, hogy mi az, és akkor megoldjuk. És akkor már nem az van, hogy összetörök, hogy egy csőd vagyok, mert már dolgoztam magamon. Nálad például egyértelműen kijött, hogy amikor voltál nálam tavaly oldáson, augusztusban talán, Igen. akkor ugye beszéltük, hogy azért te már végeztél önismereti munkát, és nagyon látszódott is, hogy amikor elindultunk megkeresni azt az életkort, ahová neked a stresszed begyűrűzik, akkor így elindultunk, vagy x éves, és aztán egyedül 4 éves korod jött csak ki. Igen. Semmi más. Tehát látod, hogy érződött, hogy valamin azért te ott már ügyködtél, de hogy mégis ott egy olyan nagyon-nagyon nagy stressz ért, amit egyszerűen nem tudtál magadtól megoldani, hiába akartad, hiába vágytál rá, meg hiába tetted bele az energiát, kellett, hogy ott átprogramozzunk, hogy ott egy kicsit kitisztogassuk a fájdalomtól a sejtmemóriádat. Igen, és tök jó, hogy ezt megemlítetted, mert akarom is majd, hogy ezt egy kicsit így bontsd ki, hogy mennyire érdekes dolog az, hogy 30 éves vagy 35, teljesen tök mindegy, hogy hány éves korban szembesülsz azzal, hogy neked valamilyen problémád van, ami visszanyúlik, lehet, hogy 3 éves korodra. De hogy ha megvan találva a problémának a gyökere, meg kiderül, hogy hol ért téged ez a sérelem, akkor vissza lehet nyúlni egészen a 90-es évek elejéig, hogy ott rendben legyen rakva egy adott fájdalom, vagy így ki legyen egyenlítve ott valami olyan dolog, ami a hétköznapokban okoz kardinális problémákat. És ha már ennél a példánál maradunk, ami nekem is volt, igazából tehát erre nap mint nap kerestem én is a válaszokat, meg a mentálhigién és tanácsadás egyébként nagyon sokat segített, meg nyilván a rengeteg könyv, amit olvastam, meg ez a folyamatos változtatni akarás, de egyszerűen nem ment. Tehát, hogy így teljesen mindegy volt, hogy mennyire akarom, vagy mennyire állok hozzá pozitívan, vagy negatívan, nem tört meg a jég. És nekem egyébként az oldás, ami augusztusban volt, ugye már most lassan eljön a nyár, is egy éve lesz, annak a hatását mai napig érzem magamon. És ez nagyon érdekes, hogy nekem például ez egy olyan élmény volt, amikor tudod, így már mindent kipróbálsz, már úgy vagy vele, hogy jó, hát már tudod, beveszem a gyógyszert, de nem fog hatni, hogy próbáljuk ki, hát ha történik majd valami pozitív dolog, vagy hát ha oké, ez meg fogja oldani. És egyébként az a kis mantra, amit akkor adtál, az még mindig ide fel van írva, itt ki van rakva a falamra, és néha még mindig elmondom, pedig már azért van 8 hét, vagy nem tudom, mennyi az letelt, amit fogadnom kellett ezt, de hogy nagyon-nagyon erős ennek a hatása, és ezt azért az én példám szerintem egy nagyon jó erre, mert én egyáltalán nem tartom magam egy ilyen nagyon spiri vagy olyan embernek, aki egyből egy ilyen megoldáshoz nyúlna. És érdekes módon, akkor, amikor veled volt ez az oldás, akkor már ugye nekem volt egy olyan problémám, bár akkor volt egy mély polipom, amit csak ezen a nyáron vettek ki. És igaziból az van, hogy a műtét után jött az oldás, tényleg pont úgy volt, hogy júniusban volt a műtét, augusztusban volt ez az oldás, és ahogy így a fizikai részt, meg a lelki részt is így megpróbált kisimulni, vagy hát ki is simult mindkettő, úgy valahogy az egész élet kapott egy olyan vágányt,
amire így rákerült, és csak így el kellett indítanom gyakorlatilag, és most már, hál' Istennek azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan pozitív hatást érzékelek ebből, amire mondjuk tavaly ilyenkor egyáltalán nem is gondoltam volna. Most mutathatom én is a gyűrűmet például. Ugyanúgy mondhatom a munkára is, hogy ott is ugyanúgy helyreállt a világrendje, vagy mindig úgy állnak a csillagok, amikből én pozitívan tudok kijönni, olyan helyzetekbe kerülök. Szóval ezt csak azért mondtam el, mert lehet, hogy vannak itt is most, akik minket hallgatnak, olyan szkeptikus emberek, akik úgy gondolják, hogy jó, hát egy epekő, vesekő, akármi, azért az csak egy kis betegség, mert azért vannak az orvosok, hogy meggyógyítsanak. Viszont az, hogy vannak ezeknek a fizikai dolgoknak lelki hátterei, az tagadhatatlan. És hogy ez a kettő együtt segít egymáson, vagy gond egymáson, az is biztos. Alapvetően a te példád egyébként azért is nagyon-nagyon jó, mert hogy nem tudom, hogy egy évig győzködtelek, hogy gyere már el. Igen. És ez nagyon jól leképezi egyébként azt, hogy működik. Tehát, hogy azért gondolj bele, hogy van egy kis szikra, majd aztán egy évig keményen dolgoztalak, hogy nem érted meg, hogy gyere már. És aztán ugyanezt megcsináltam, hogy elzavartalak családállításra is, igen. Az is nem tudom mennyi idő volt, de. és az a durva, hogy tényleg, és most képzeld el azt, hogy mi családon belül beszélgettünk, nem szakmailag. Igen. És ennyi időbe telt, hogy meggyőzzelek, hogy könyörgöm. Gyere már el, hát hadd segítsek. Na most képzeld el azt, hogy itt erről beszélgetünk. Van, aki tovább lapoz, nem tudom, van, aki lehet elgondolkodik rajta, de aztán holnapra elfelejti, és ugyanúgy éli tovább az életét. Mert nincs ott egy nóci a családba, aki azt mondja, hogy takarodj már el kineziológushoz, hogy kezdjél már magaddal valamit, mert nagyon gáz vagy, érted? Igen. Ez mennyire durva, hogy ilyen erős nyomás kell, meg ilyen határozott ingerek, hogy elinduljunk valamerre. Tehát ez egy nagyon kemény folyamat, még úgy is, hogy ugye te dolgoztál rajta, és ez tök jó volt, meg nagyon jó volt. És ami miatt még nagyon jól mutatja, hogy a kineziológia például mennyire fantasztikusan tudja támogatni az egyéb ilyen pszichoterápiás módszereket is. Uh-huh. Mert látod, hogy azért csak ott nagyon jól, tényleg nagyon jót tett ez a munka neked, amit ott a mentálhigiénés szakemberrel csináltál, viszont látod, hogy volt egy olyan dolog, amivel meg ennyire mélyen sejtszinten kellett foglalkozni, mert egyszerűen ott volt benned egy olyan program, nem tudom, hogy emlékszel-e még rá, hogy pontosan mind dolgoztunk, persze. Ugye a változásra való hajlandóságnak a hiánya, a félelem az újtól, és akkor nyilván egyáltalán nem csodálkoztam azon, hogy egy ilyen traumához kötöttünk ki. Megjegyzem, nekem is nagyon nehéz, amikor olyan valakinek segítek, akit nagyon szeretek, és akkor kimondok valamit, azt sem tudom, hogy mit mondok, csak azt látom, hogy másik elkezd sírni. Igen. És hogy azért ez egy ilyen nagyon nehéz, tehát azért lelkileg úgymond a segítőnek is néha nehéz, mert hogy ott van az, hogy én már nyilván a fejemben láttam azt, hogy neked ez baromi jó lett, de nem tudtam ezt valahogy átvinni, mert hogy ez az, amit mondasz, hogy nem hiszel benne, stb. Stb. És ez nekem nagyon szomorú, hogy egy ilyen dologgal, egy ilyen énvédő mechanizmussal, hogy félek az új dolgoktól, eltaszítunk magunktól, jó dolgokat is, és ez nem csak erre vonatkozik, tehát hogy te azt mondtad, hogy hát úgy nem nagyon hiszel benne, meg úgy nem éled ezeket a spiri dolgokat, az igazából oké, hogy ez itt kijött, de hogy most képzeld el, hogy ugyanezen a szemüvegen keresztül nézted a világot, hogy mentél a hétköznapokban, és azt láttad, hogy nincsenek karrier lehetőségeid, hogy mit megrekedtél mondjuk a párkapcsolatodban, miközben nem volt szó erről, csak te így nézted azon a tűk szemüvegen keresztül, és hogy ez a baj, hogy
Ezt én valahol úgy gondolom, hogy tényleg egy ilyen tudatos munkával, meg egy ilyen nyitottsággal szerintem lehet kezdeni, mert látod, hogy te is úgy jöttél el aztán végül hozzám, hogy láttam rajtad, hogy egyébként így jó van, eljöttem már, hogy ne piszkáljon tovább. Meg és hát, hogy találkozzunk, tudod, hát legalább együtt töltünk el egy-két napot, az rosszul nem tud elsülni. Jaj, hát mi hát úgy tudunk mit csinálni, mert kint esik az eső augusztus végén. Persze. Akkor jó van, legyen, egye fenne, megengedem. Itt igen, aztán, és annyira jó volt tényleg látni, ahogy kinyílsz, és látod, egy ilyen dolog, egyszer kellett eljönnöd. Igen. És ez a nagyon durva. Van, akinek azért mondjuk sokszor, tehát neked ugye ez is mondom, hogy itt is látszódott már ez a korábbi munka, mert egy oldás olyan látványos változást hozott az életedbe, hogy egyébként én is csak így néztem. Nyilván én is látom, hogy ki hogy halad, és azért így a klienseim között nem ez a jellemző, inkább egy-kettő olyan ember van, aki tényleg nagyon durván beleáll, de akkor tényleg az az éjjel-nappala, és akkor őnála lehet látni ezt a nagyon rövid idő alatt, nagyon határozottan javuló életet. És ha már említetted a klienseidet, akkor közöttük, nyilván nem akarom azt, hogy így sztorikat meséljen róluk, de mik azok a témák, amivel a leggyakrabban megkeresnek? Lehet most itt belevonni azt, hogy a COVID után vagyunk, vagy bármi, de van egy olyan kiemelkedő dolog, amire így észreveszed, hogy ő már megint ezzel jön, neki is ez volt a problémája. Hát ez nagyon izgalmas, mert egyébként szembe jönnek velem azok a problémák, amiket már megoldottam, vagy éppen dolgozom rajta. Tehát, hogy valahogy tényleg vannak ebben ilyen megmagyarázhatatlan egybeesések. Amikor ülsz otthon, és azt hiszed, hogy ez a te problémád, ez csak a tiéd, ez, amit te is mondtad az elején, hogy ilyen más, biztos nincs. Igen. Majd itt ülök, és akkor leül velem szemben mondjuk egy teljesen ismeretlen lány, és akkor várom, hogy ránézek, látom, hogy tök értelmes, tök helyes, minden oké, és hogy mi baja lehet. El se tudom képzelni. Majd aztán elkezdi ugyanazokat a dolgokat mondani, amiken már én keresztül mentem. És hát akkor nyilván ott van az, hogy hát igen, nagyon nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, csak nem beszélünk róla. Van, aki még itt is nagyon nehezen nyílik, mert nem, hogy csak úgy akárhol, vagy akár nincs neki lehetősége, akár így családon belül egy olyan kapcsolódást találni, amiben ezt meg tudja beszélni. De hogy szerintem valahol ez így tényleg azt mondom, hogy van benne egy ilyen megfoghatatlan dolog, hogy nekem például abszolút kedvenc témám is ugye a párkapcsolat nehézségei. A párkapcsolatnak a nehézségeit rendszerint szépen visszavezetjük a szülőkkel való kapcsolódásunkhoz, mert hát ez elengedhetetlen, hiszen abból építkezünk, és akkor ott vagyunk, hogy akkor megérkeztünk a belső gyermekünkhöz, amiről ugye jövő héten tartok is majd egy előadássorozatot a lélekpiszkálós csoportomban Facebookon. Tehát, hogy ezek szépen így egymásra épülnek, és hogy nyilván, hogy én ezzel foglalkozom, valahogy úgy tudod, be is vonzom, hogy akkor ez jön velem szembe. És akkor így tudok talán a legjobban segíteni, hogy én azt tudom mondani, hogy figyelj, ha nekem sikerült, neked is menni fog. De amúgy szerintem a párkapcsolat az nagyon megy, tehát az nem csak nálam, hanem én ügyön, hogy ez alapvetően egy ilyen top téma. Aha. Főleg azért, mert ugye akkor előkerül a szüleinkkel való kapcsolatunknak is a minősége, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezen keresztül, vagy ettől függetlenül egyébként az önbizalom témája, az is egy nagyon fontos dolog, hát ez ugye akár a pár választásainkat is befolyásolja, az említett elvárások is ott vannak, akkor mi van még igazából, ami ilyen jellemző dolog. Hát például én ugye nagyon szeretek a bőségtudattal foglalkozni, a bőségtudat blokkjaival, ebben is hatalmas kihívások vannak, azt kell, hogy mondjam. Sokszor teljesen más dologgal kezdünk el foglalkozni, és aztán, ahogy beszélgetünk, kijön az, hogy valójában itt a bőségnek a blokkjával kell foglalkozni, mert ugye a nem érdemlem megérzés van legbelül, és ugye az már a bőséghez kapcsolódik, hogyha valamit megérdemlek, meg megengedhetem magamnak. Betegségek lelki háttere téma szerintem még mindig nagyon gyerekcipőbe jár, tehát előbír az ember egy Facebook csoportba, hogy segítsetek, ez a bajom, mit csinálja, mint hogy úgy ténylegesen foglalkozzon vele. Tehát én
Én annál még azt látom, hogy abból sokkal, ki lehet, sokkal többet ki lehet hozni, mint amit az emberek kihoznak. És igazából így tényleg ezektől az elakadásoktól való megszabadulás gyakorlatilag életünk minden területére kiterjed. Tehát alapvetően ezeken a témákon kívül is mindig akad olyan, amire nem is gondolnál, hogy na itt most problémát fog okozni. És általában mennyi ideig tart egy kineziológiai terápia, ha nem tudom, lehet ezt a szót használni erről, hogy terápia, hogy ez mindig egyéntől függ, van, aki elmegy 20-szor, és akkor megoldódik, van, aki csak egyszer megy el. Hát nem szoktuk használni rá a terápiát, mert igazából mi azt mondjuk, hogy nem gyógyítunk, tehát ez nem egy terápia, hanem ez egy stresszkezelő módszer. És érdekes ez, amit mondtam, hogy látod, van, aki nagyon megindul, rögtön elsőre például. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk eljössz, és akkor itt egy másfél-két óra hossza, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen komoly munka, főleg, hogy ugye megbeszéljük, hogy lássuk az összefüggéseket, mert sokszor az is nagyon-nagyon-nagyon oldja a stresszt, hogy meglátod végre, hogy miért, miért. És kiteszteljük persze ezt is, hogy mikor érdemes jönni legközelebb, mert hogy a kis papírkát, amit dobogtattál nyilván, arról van szó, hogy itt azért a közös munkát mindig valamilyen házi feladattal zárjuk, ami megerősít. Úgymond itt betöltjük ezt az új programot, de aztán, hogy ez tényleg betöltődjön, és ott is maradjon tartósan, mint ahogy te is mondtad, hogy még mindig érzed a hatását, ahhoz kellenek ezek a megerősítések. Kell az, hogy te fókuszba helyezd, hogy te igenis megmondod agyadnak, hogy innenstől kezdve ezt csinálod. Mert hogy kapsz egy tiszta lapot. De ez is olyan dolog, hogy van, aki havonta eljön, és akkor 3-4 alkalommal találkozunk, mire úgy tényleg ki tudjuk bontani az ő témáját, attól is függ, hogy ugye mennyire tud megnyílni, mennyi idő kell neki a kibontakozáshoz. Hát nyilván, aki nem csinálja a házi feladatot, annak nagyon sokszor el kell jönni, mert ott mindig csak időleges lesz a hatás. Vannak, képzeld el, vannak, akik csak úgy eljönnek néha, hogy azt mondják, hogy figyelj, nem vagyok rosszul, de azért ezen meg ezen még lenne, mit dolgozom, mert érzem, hogy egyébként a munkámban is sikeresebb lennék, hogyha magabiztosabb lennék, vagy ha önállóbb lennék, vagy érzem azt, hogy jobban boldogulnék a párommal, vagy a gyerekemmel, hogyha a nőiességemben jobban ki tudnék bontakoztatni, és akkor ott a nőiesség blokkjait vesszük górcső alá. De azért, amikor beszélgetünk, sokszor van, hogy a harmadik, negyedik alkalomnál azért csak kibújik, hogy egyébként csak nem érzem jól magam, mert fáj a gyomrom, rossz a hasam, meg mit tudom én, és akkor ott akkor megint egy más irányba indulunk el, mert előjön valami, ami addig nem. Úgyhogy nagyon változó, de ez a nagyon szép ebbe, hogy egyénre szabható. Tehát, hogy tényleg amire neked így igényed van, rugalmasan alakítható. Akivel többet kell foglalkozni, azzal többet foglalkozok. Akinek lassabban megy, nem gond, hagyunk időt neki. Ez egy szelíd, gyengéd gyógymód, és itt nem az a lényeg, hogy itt úgy menjél el innen, hogy úgy érezd, mint akit itt agyonvertek, és úristen, hanem itt az, hogy lassan, óvatosan dolgozunk, és szépen fejti ki aztán a hatását. Tehát gyakorlatilag úgy beépül az életedbe a pozitív program, hogy aztán meg észre se veszed, csak hogy tényleg mennyire jól vagy. Fel sem tűnik sokszor, csak már éled, és kész. Igen, igen, ez tényleg így van. Mondtad ezeket a házfeladatokat, és szeretném, ha most így mondanál pár példát, hogy mik azok, amik ilyen kézzel fogható dolgok, mert ugye most egy olyan dologról beszélünk már így lassan egy órája, amit hát nem tudunk így megfogni, meg egy oldás nem olyan, mint egy gyógyszer, hogy vedd be, és akkor el fog múlni a epegörcsöd. Állít ennek. Hát igen. Viszont vannak azért olyan kis praktikáid, amiket oda tudsz adni a klienseidnek a kezébe, és ezek lehet, hogy nem varázsolajuk van, de azért valamilyen szinten hozzájárulnak ahhoz, hogy hatásosabb legyen ez a nem terápia, hanem ez a, nem tudom, a segítségnyújtás, vagy egy kicsit legyen valami kapaszkodó, amiben így meg tudnak fogódzni, hogy igen, de van itt mondjuk egy karkötő, vagy egy hogy mi az, ami például még ilyenkor szó. Igen, a karkötő, ami, ha jól látom, az, amit pont egyébként akkor küldtem, amikor lábadoztál, ugye ez a felépülés
kikötő. Igen. Tehát akár ugye itt vannak az ásványok, amik csodálatosak, és ugye a lélekpiszkáló műhely projektem az erre épül, hogy annó csináltam egy-két karkötőt, aztán már mindenki karkötőt akart, és akkor így kénytelen voltam egy ilyen bizniszt csinálni, hogy annyira jó tényleg, hogy a termék, meg a szolgáltatás az egy égisz alatt van. Hát nem a legszerencsésebb, de alapvetően annyira az volt bennem, hogy segíthessek, mert hogy egyébként most is például itt vannak nálam az ásványok, ezek egyébként a koncentrációt és a jó beszédet, a világos, érthető kommunikációt segítik, és azért tettem ide, mert ezeket közbe fogdosom, hogy úgy tudjak beszélni, hogy értsetek ti is, mert én belülről értem magamat, úgyis, hogyha két szót mondok, én tudom, hogy mire gondolok, csak az lenne a jó, hogyha ti is értenétek, amit próbálok elmagyarázni. De hogy egyébként talán, ami így a legegyszerűbb, azok ezek a pozitív mantrák. És akkor itt ki lehet tesztelni azt is, hogy mik ezek a pozitív mantrák, hogy el kell olvasnod mondjuk egy ásványnak a leírását, és egy idő után elkezdett a sorok mögött olvasni, hogy hú, tényleg, és fókuszba helyezed ezáltal a problémát. 18 másodpercünk maradt a visszaszámlálóból, úgyhogy szerintem, ha belenyúltunk ebbe az ásványos témába, akkor folytassuk ezzel a jövő héten. Legyen így, akkor. És még egy elköszönésnyi időnk van szerintem, mert...